Nyolcadik pálya, irány a kastély. Lehet látni ott a morgó kastélyt, hogy az lesz a vége. Na. És akkor így változtatja a színét a fejlesztés, hogy a lövedékeim, hogy kék, vagy zöld, és egyre részletesebb kinézettel rendelkezik, a tolvajt nem tudtam megkapni. Na itt van egy másik gyík, ez a sprintelő láncsás. Na még szintet is léptem, 9-es szintű, itt a meteor csapás. És itt már ellenséges katonák támadnak meg engem. És igen, vannak ilyenek, mint a vörös hollywoodosok, a molotov koktélt dobálnak. Hogy így bejönnek, és ha gyorsan el tudod kapni őket, akkor tiéd az extra bónuszpont. Tehát, az ilyen. De lehet látni, hogy a lövedékeket vissza lehet lőni. És én még soha életemben nem volt meg az, hogy el tudtam volna őket kapni mindegy szálig. De ezzel a bónusz képességgel megvagyok. Ja, és akkor lehetett látni a narancssárga gyík katonát. És akkor itt van a sárkány lovas. Tehát nem a sárkány lovag, akiről meséltem, hanem a sárkány lovas. Dragon Rider. Nem arra a YouTube-osra beszéltem. Van egy olyan YouTube-os, akit úgy hívnak, hogy Dragon Rider. De nem őre gondoltam, jó? És nem a Dragon Fighterre. Ennyi volt, és így lelép. És lelép. Tehát csak magát a sárkányt iktattuk ki, de maga a lovas lelép. Szóval még később még találkozunk vele, még szintet is léptem, illetve megvan az ötös szintű íj. Na, 9. pálya, most már benn vagyunk a kastélyban. Innentől kezdve emberi ellenfelek is támadnak minket, az mekkora már. Na, itt van ez a képesség, amit egyszer soha nem tudtam megtalálni a MAM 32-ben, hogy ékszerré tudom változtatni az ellenfeleket. Na, itt most normális ellenfélként visszatér a lovas, csak új sárkányt hozott magával, meg új ruhát vett föl. Ez se halt meg. Ez is lelépett, jól láttam. Volt ott mögöttem valaki. Lángokban áll a kastély, tehát nyilvánvaló, hogy itt valami randalírozás is volt. Ja, ez volt hátam mögött állandóan. Na, most megint behozott magával egy új sárkányt. Ott van egy szérum. Na most nem láttam meghalni a csávot, de minden bizonnyal megint lelépett. És akkor még egy kicsit haladunk. Ah, és még itt van a láncsásoknak a kék változata. Na, itt egy új ellenfél. A fekete lovag. És ninja. Tehát nem azért fekete is, mert ninja, illetve az egyik legerősebb lovag a világon, a fekete lovag. Tehát ezzel szerintem mindent elmondtak. Hát nem véletlen, hogy a Knights of the Roundban is van egy hasonló keleti irányzék is, de villámcsapással el van
csicskámmá vált. És itt van egy lovag, aki segít nekünk. Mari hercegnőt elkapták, egy erődben tartják, tele szörnyekkel, úgyhogy meg kell őt menteni. Ugye ennek a királyságnak a izéje. Tizedik az át... az út a másik sárkányhoz, tehát izé, alsó út, tehát hogy a föld, egy föld alatti út. Na, hatos szintű lövedékek. Igen, most már a múmiák is megjelennek, akik itt föntről jönnek le. Kicsit olyan colosak, mint a Shatterhead a című Nintendo játékban azok az óriás robotok. Tök úgy néznek ki, amikor így beállnak. Így karót nyelve beállnak. Szóval az előző kastélynak a tulajdonában volt, tulajdonosa volt a Mari hercegnő. És a lovag mondta, hogy hallotta, hogy a királyság melletti erődben van bezárva. És azt itt egy ilyen alsó alaksorral tudjuk megközelíteni, ilyen alagútrendszerrel. És akkor itt az új ellen, új boss. A kísértetek. Azt hiszem Freiteknek, az a lidérceknek hívja a játék. És megint egyes személyben mondja, amikor lehet látni, hogy több van. De jó, itt náluk el lehet képzelni, mivel szellemek, és ezért így illúzióként így megsokszorozzák magukat. Illetve ezt a körtáncot nyomják, nem szabad, hogy megnincsenek. Illetve mindig az oldalsó izét dob el egy kis kaszát. Két oldalt. De hát, lövésekkel ez nálam gyerekjáték az egész. Na itt végén beturvulnak, Wraith, lidércek, így van. De megint egyeszem. Na már gyémántokat is dobott, ami 5000, és ott van a hatos szintű... íj! Harc az erődben, 11. pálya. Most már a csontikat két ütésből lehet kiiktatni. De ahhoz... hármat kellett fejlődnöm egyébként. Vagy egy gyümölcsöt, ne. Zsoldos lövészek is vannak ittem. Á, hátulról. Élesbe. Ó, ez még zöld trutyival is tele volt. Miattad nem pazarolom el. Most már így igen. Áááá! Úgy ficándoznak, hogy nem tudom elket eltalálni. Mondjuk ezekre kellett volna inkább. Hármat el tudtam találni. Na, mindegyiket el tudtam találni, végre! Egyszer az életben. Csak szórja nekem a játék a mágikus erőket. Most ez tudom, hogy fölösleges volt. Na, haladjunk tovább. Ah, és itt van a... ott van Mari hercegnő. És itt van a sárkánylovag, akiről beszéltem. A The Great Dragonian. Ugye ő volt az, aki elrabolta a hercegnőt. És ő is védelmezi, úgymond, Gildiszt, a sárkányt. És neki ilyen olyan hasonló ostorkardja van, mint Ivy-nek a Soul Caliburban. Meg ez a Minotaurus-tól vette át az ötletet, a rohamtámadást, hogy van egy nagy szög a pajzsa végén, és ugyanazt csinálja. Nem volt életenergiája, de még akart még harcolni. Na, megmentettük a nőt! És a villám csapott belé. Oké, az ultimate támadásunk villámcsapás volt. Hölgyem,
Igen, az északi kastélyba kell menni. Igen, ott van. A Garenos kastély, 12. pálya. Még egy lovas. Ó, és most már piros arzenára rendelkező csontik. Azok már erősebbek. Ó, és újabb lövészek. Megint lelépett a lovas. Egyszer az életben látnám, hogy ő is szétesik. De már rohadtul nem emlékszem már rá. Egy kis HP. És akkor... Most a fekete lovag modelljét használja fel. De két ilyen gárdistát kapunk. De ugyanazt a képességet használják, amit a fekete lovag alkalmazott. Lehet, hogy ezek az ő tanítványai. Ja! Ugyanaz a modell, csak kétszer. Na, az egyik már ki van iktatva. És mondom, ezek ilyen mellékbosszok, nem főbosszok. Ja nem! Aha, ők a Royal lovagok. Tehát a... Royal gárdisták voltak. Akkor ennyi volt a pálya. Hetes szintű nyíl. Kék, itt meg arany. És akkor a sötét mágus, 13. pálya. Ja, most jön a sárkány jobb keze. És akkor a 14. pálya... Várjál, 16 pálya van. Ez az elátkozott északi királyság. Ja nem, ez volt az elátkozott északi királyság, amit a szörnyek ellettek, és a sötét uralkodó, és a sötét varázsló uralkodik alatta, és a sárkánynak van egy saját otthona, egy barlang, egy hegycsúcson lévő barlang, ami az ő igazi helye, és ott van a kincse, a királyság kincse. Értem. Tehát el van átkozva a kastély. Az meg egy szomszéd kastély volt, amit az előbb mentettünk, csináltunk meg. És gondolom, ez egy random varázsló, vagy ez a boss? Nem, ez egy random. Ez egy kicsit nehéz lesz. Tehát ő OP-bb, mint Léger. Szó szerint. Igen, ez egy kicsit nehéz lesz. Most kaptam el, jó van. Ott van a sötét varázsló. Gyűjtsük össze, két életenergia volt, meg egy izé. Igen, ő ledobja a tűzgömbjeit, és akkor azzal egy sor tüzet tud csinálni, szőnyegbombázást, illetve maga köré is tud dobálni. Aztán vannak ezek az energiagömbök, amivel védi magát egy picit. Aztán rám küldi, de végül ő is. Bye bye! A végén még sikerült még belém csapnia. Fúj. És végül BKV-vá változott. Nem BKV. Jó, hetes szintű íj. Aha, barlang az erdőben, 14. pálya. Most álljunk meg, mert szomjas vagyok. Emlékszem, kiskoromban én mindig klerikistaként vittem végig a játékot, és hát többször is haltam meg. Itt viszont megtudtam a karakterstatokat, amit utána olvastam, és tündeként még könnyebb a helyzetem, gyerekek.
És azt hiszem itt az újabb boss még egy sárkánygyík lesz. Jaj, meg visszajönnek a Gilmenek kettes szintű változata, tehát nem zöldesben, hanem kékben. A 8-as szintű nyíl. Na, a szőlő az jó, az is jó. Au! Legalább az aranyat vett fel. Ó, nem vette fel. Na, egy újabb sárkánygyík, most már kék színben pompázik. Wyvern. Ez is egy sárkányfajta, csak azért hívják Wyvernnek, mert ugye vannak ugye különböző sárkányfajták, és a Wyvern az az, akinek a keze az a szárnyába van egybeolvasztva. Ó, és ez egy jégfajta, akit még a legelején kaptunk el, az egy tűzfajta volt. Ez meg egy jégelemű Wyvern. És egyébként Member magyarázta, hogy milyen sárkányfajták vannak, és ő mondta, hogy ha a keze az egyben a szárnya, az a Wyvern. Au! Hát nem tudtam elkapni. Ott a vége! Kimúlt a jég, gyíksárkány. Én mindig gyíksárkánynak szoktam nevezni. Na és akkor itt vannak a törpék. És a maga a vágus köszöni szépen a segítséget. És innentől kezdve ez a barlang már Gildishez vezet. 15. pálya, utolsó előtti föld alatti labirintus. Nyolcadik így. És szerintem ezzel le is zártuk magunkat. Nem emlékszem, hogy lehetne tovább fejleszteni. Ú, óriás alma. Múmiák visszatérnek. És már két oldalt is. Az a nem jó, hogyha lefognak, mert akkor elkezdenek folytogatni. Á, két darab Minotaurus. Kyklops, bocs. Igen, most az, amit eddig megtanultál ez elején, amikor egy ellen harcoltál, na most annyival van ez nehezítve, hogy most ketten vannak. Na ez megfog, és a szemével fejel le. Na, az egyik megvan. Gyűjtsük a cuccokat. És innentől kezdve ugyanaz a stratégia van, mint amikor először ő harcoltam Kyklopsszal. Ennyi volt. Na, itt bezzel meg ki tudja jönni, hogy a Kyklopsokat győzted le. De a Póknál meg a Lidércnél nem. Azt hiszem ennyi volt, hogy többet nem tudunk fejleszteni. 16. pálya, az arany limestone barlang. Limekő barlang. Na, utolsó pálya, és innentől kezdve az utolsó főbossz, ugye Gildis lesz a sárkány.
Hát olyan hasonló taktikát kell alkalmazni, mint a Hydránál volt, csak ott nála három feje volt, itt meg egy óriási nagy fej van, meg a két keze. Na, 15-ös szintűként innentől csak ládák voltak, és innentől kezdve már csak fight van. Aha, a keze! Azt hiszitek, hogy le tudjátok győzni Gildiszt? Folyamatosan a kezét meg a feje fog támadni. A keze a legrohadékabb, mert az folyamatosan mindig mermarkol és eldob. A másik meg tüzet okát. Nem szabad az árnyékába benne lenni. Igen, és hát egy tüzes leheletével konkrétan már elkapott. Most oldalt vált. Közben lehet látni, hogy amikor megremegteti a földet, akkor a pénz így az arcomba zúdul. Igen. Ha kevesebb lett volna a szintem, akkor lehet látni, két lehelletből már kiisiktat. Na most ezt csinálja, most elkezd markolászni. Á, megfogott. Megfogott egyszerre, meg le is okádott. Jó, akkor tűz ki, tűz. Mert még szintet is léptem közbe. Ó, nem tudod elkapni. Nesze neke! Villámcsapás? Na már csak... Utolsó löket! Be is gyorsult a zene. Pont egy energiája maradt. Na, ittassuk már ki Gildiszt! Megvan! Leszedtük Gildiszt, a vörös sárkányt! És ennyi volt a játék, gyerekek. Bum! Még egy kis pontgyűjtögetés. Ennyi volt. 1.523.200 ponttal nyertem, és itt a végén attól függ, hogy kivel játszottál, az a karakter fog így kiállni és néz a nagy távolba. Klisé fog megtörténni. És ugyanez van, ha hárman játszotok, akkor hárman fogtok kiállni. Igen, legyőzték a hősök a sárkányt, újra béke honola a földön. Igen, és mi besebeljük az aranyat, meg hát a szegényeknek adunk természetesen. Aztán, ahogy a Dungeons and Dragons-ben van, egy kampány meg volt, illetve a következő, tehát mindig a kalandok azok mindig egymás után jönnek. Tehát, gyerekek, ez volt a The King of Dragons, én imádtam ezt a játékot, ez baromi jó volt, tehát én ezzel nagyon sokat játszottam, és itt a végén itt Gildiszt alatt a stáblista megy, közben a tündérek, tehát ő elfújja a készítőket, miközben tündérek alkotják össze a feliratokat. Jaj, fölbedöngöli, meg elokádja, tehát én imádtam ezt a játékot. Ezt agyba főbe toltam kiskoromban, amikor a MAM 32-vel játszottam. Ezt megállás nélkül, ezt sokkal jobban imádtam, mint a többi verziót.
viszont nem kapott akkora hangsúlyt, mint a Final Fight. Tehát nem, nem ez a játék volt sajna az, ami a stílust megteremtette, meg újra reformálta. De nekem nagyon bejött ez a Dungeons & Dragons stílus. És mondom, hogy kb. Ilyen hasonlót kell elképzelni majd a Knights of the Roundban. És végre most már be tudom írni a nevemet. Így, első helyezést értem egyébként. És maga a Capcom köszöni meg, hogy játszottam ezzel a csodás játékkal. És itt lehet látni, hogy mennyi gyűjtöttem össze, és hogy milyen karaktert használtam végig. Na gyerekek, ez volt a The King of Dragons, ez egy nagyon jó gyöngyszem volt, tehát ezt sokkal jobban imádtam, mint az eddigi hasonlókat. De mondom ezt megállás nélkül, az RPG rendszer nekem nagyon tetszett. Itt még jobban tisztábbak az irányítások, hogy nem kell állandóan mindig az a ballodni, hogy jaj, nem találom el, hogy pontosan be kell állnom, a hitboxok nagyon jól működnek, tehát ezt mondom, ez sokkal jobban tetszett nekem a sok beat'em up közül. Viszont jön egy olyan játék, amit még jobban imádtam a stílusa miatt, és főképpen a zenéje miatt, ami egyben ugyanabban az univerzumban játszódik, mint a Final Fight. Ugyanabban a Metro Cityben vagyunk, csak a jövőben, és ez lesz a következő végigjátszásunk alanya, a Captain Commando. Ez valami isteni volt számomra. Ez volt a másik isteni játék, amivel játszottam a The King of Dragons mellett. A Final Fight-tal nem olyan sokat játszottam, de most mai szemben nézve most már megértem, hogy miért tartják ezt a beat'em up műfajának, megreformálójának. Azt tudom, hogy az első játék a Kung Fu Master volt, alias Spartan X, ami még is bemutatott, az Atari verziójára bemutatta ugye Member, a Atari Member. De ott indult el a maga az egész műfaj, de hogy megreformálta a stílust, műfajt teremtett, és nem műfajt, hanem reformálta a stílust, a műfajt, az a Final Fight volt. Ugyanez volt, mint a Doomnál, meg a Wolfensteinnél is, hogy a Maze Ward volt az első FPS játék, ami a műfajt meg elindította, viszont a stílus teremt a reformálással, azt a Wolfenstein meg a Doom érte el igazából. Na, gyerekek! Ennyi voltam már, köszönöm szépen a figyelmet. A következő végigjátszásban a Captain Commando lesz a következő alanyunk, azzal fogunk tovább haladni, és akkor majd haladunk szépen a többi végigjátszással is. Ennyi voltam már, köszönöm szépen a figyelmet, további Rage Mettes, szép napot kívánok mindenkinek, Folytköv, sziasztok!